Kedves kollégák, én képviselem a rektori vezetést, mert rektori egyesül most jeleztem, sajnos nem tudjuk eljönni, hogy megnyissa ezt a kiállítást, de reményeim szerint tekintettem arra, hogy ez egy vándor kiállítás, mert lesz lehetőség arra, hogy más egyetemi helyszíneken ezt a megnyitót meg tudjuk tenni. Ezért most én képviselve a rektori vezetést, Dezső Krisztina pedig a könyvtár vezetését, mi ketten fogjuk ezt a kiállítást megnyitott celebrálni. És én annyit hadd mondjak el itt tulajdonképpen magunknak, mert látom, hogy magunkban vagyunk, hogy egy nemzeti kulturális pályázat alap összegének köszönhetően Rozsáni Szarka Vera és Dezső Krisztina voltak azok, akik ezt az ötletet felvetették, hogy a 650-es jubileumi év felvezető évében egy olyan kiállítást hozzanak létre, amely kiállítás végigvezeti egyetemi történetét a kezdetektől a középkortól egészen napjainkig. Ez a pályázati forrás lehetővé tette azt, hogy átgondoljuk azokat a tartalmakat, egyébként már különböző kiadványokban, egyetemi könyvtári, levéltári kiadványokban mi már megjelentettünk, és a történelmi gyűjtemények osztályok, munkatársai Krisztinának a vezetésével készítették el ezt a szép kiállítást. Én azt gondolom, hogy remélve, hogy az UNIF TV is ezt a megnyitót fölveszi, valahogy a közvélemény, az egyetemi közvélemény felé eljut ez a hírünk, és nyilván majd teszünk róla Vera a te segítségeddel, hogy az egyetem különböző helyszínein ez a vándor kiállítás részét képezve a hatókrates jubileumnak. Én ezen bevezett a gondolattal, most átadom a szót Krisztinának, és arra kérem őt, hogy röviden, akkor mondja el azt, hogy hogyan készült a kiállítás, mit lát, hogyan készült. Köszönöm szépen, igazgató asszony szavait. Igazából az volt a cél, ez az utazó kiállítás a szakmában, amikor kiötöttük, hogy ezen a pályázaton, hogy valami olyan könnyen mobilizálható, de alapismereteket adó kiállítást szeretnék végigvinni az egyetem valamennyi karán, amely könnyen emészthető rövid formában, de sokképpen megismerteti a hallgatókat, dolgozókat, tudatokat az egyetem történetével. Ugye itt a cél, amit igazgató asszony is említett, hogy a 650-es évfordulóhoz kapcsolódott középkortól gyakorlatilag napjainkig az oktatás, a különböző épületek, kiemelendő személyiségek legyenek bemutatva. Ami még fontos szempont volt, hogy ez egy kétnyelvű kiállítás, mert angolul is olvashatóak ezek az információk, tehát ilyen nagy létszám külföldi hallgató is el tudja olvasni, meg tud idézni, és megismerteti egyetemének a történetét. Készült hozzá egy kis laboráló is, amit az asztalon látható, rövidített formában szintén olvashatóak ezek az információk, amit a hallgatóak láthatók a kiállításban. Reményeink szerint ugye mindenhol el fog jutni, és mindenki megismerheti. A tablók nagyjából a középkor, ugye az első tablók, hanem pedig a nagy képzési területeket, nagy egységeket,